Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a maja naptár szerint. Itt német nyelvű területen ezt úgy hívják, hogy portáltág. Ezek olyan napok, ami számunkra különös, egy finom energiát mutat. De először elmondanám azt, hogy miért fontos ezt a maja naptárt figyelembe venni. A mi naptárunkat György pápa alapította. Előtte volt egy másik naptár, ami Julius Cézártól származik. Ami érdekes például, hogy a június hónap az Juno istennőtől származik. Juno istennőt a rómaiak kedvelték nagyon. Ez a Juno istennő, ez a házasságot, a születést és a család alapítást tükrözi vagy segíti. Juno az a rómaiaktól származik, ez a név, de ez ugyanaz az istennő, akit a görögök is csodáltak, és a görög mitológiából mi ezt az istennőt Hérának nevezzük, Zeus istennek a felesége. Tehát tőle kaptuk a június hónapnak a nevét. Július az Julius Cézártól származik, és 31 nap. Aztán következik augusztus. Tulajdonképpen augusztusnak 30 napnak kellene, hogy legyen, de augusztus az is 31 napból áll. Miért van így? Mert augusztus hónap, azaz augusztus császártól van, és az a császár úgy gondolta, ha Julius Cézárnak 31 napja van ebben a naptárban, akkor nekem is kell, hogy 31 nap legyen. Így aztán ellopták a februárból, és hozzátették augusztushoz. Ebből az derül ki, hogy ez a naptár nem azt tekinti, hogy mi van a természetben, vagy milyen hatásai vannak a csillagoknak, vagy melyik ciklus tér vissza. A maják naptárja az más, mert ők ezt figyelembe vették. Sajnos ennek a naptárnak az egy részét elégett, az inkvizíció idején, de egy rész megmaradt. És ezt szeretném nektek bemutatni, ezt a maja kalendáriumot. Sajnos ezt nagyon kinevették, amikor 2012 közeledett, mert sokan azt mondták, ó, a maják, a maja kalender a világ végét hirdeti. De mi kezdődött 2012-ben? Miért volt ez egy fontos dátum ebben a maja naptárban? Mert ebben az időben, december 2012-én elindult egy új kozmikus hónap, mégpedig a vízöntő ideje, ami körülbelül 2000 évig tartani fog. Előtte még mi a halak idejében voltunk. Tehát ez egy nagyon fontos dátum. De mit jelent ez a dátum, meg mit jelent ez az égi kapu, mert van egy összefüggés a kettő között. A maják tudták azt, hogy a mi naprendszerünk mozog. És van a középpontban egy másik nap, amit mi Alkionének nevezünk. Alkioné az a plejádokhoz tartozik.
A plejádok a görög mitológiában Atlasznak a lányai. És az a központi nap, Alkioné. Lefordítva annyit jelent, hogy ez egy királynő vagy istennő, nem is tudom, hogy nevezzem, ő győz a hamisságok ellen. Minden, ami rossz, ezt ő legyőzi. És a mi naprendszerünk kering így az Alkioné körül. Ez hasonló, mint ahogy a Földünk mozog a nap körül. De a mi naprendszerünk mozgása, ez egy másik energiai mező, ez felsőbb, mint ahogy a mi Földünk mozog. Amikor egy ilyen kapu nyílik, egy ilyen égi kapu, mint ahogy mondtam, német nyelvű területen ezt portál tágnak hívják, ezeken a napokon a mi Földünk, ahogy mozog a nap körül, és ahogy a naprendszer is mozog Alkioné körül, egy ilyen napon mi tekintünk a plejádok felé. És a plejádoktól jön egy ilyen finom energia, ennek van gyógyító hatása. Ilyen napokon mi érzékenyebbek vagyunk, viszont nagyon jó egy ilyen napon egy szertartást tartani, vagy érezni ezt az energiát. És most áttérek a maja naptárra. Ebben a maja naptárban van 20 hullám vagy rezgés. És egy ilyen hullám, egy ilyen rezgés 13 napig tart, úgy, mint a mi naptárunkban a hét. De itt 13 napról van szó. A 20-as szám, meg ez a 13-as szám, ez nagyon fontos volt nem csak a kalendáriumukban, hanem ők ezt a számot nagyon értékelték, és úgy gondolták, hogy ez a szám nekik szerencsét hoz. Mi most a második hullámban, vagy második rezgésben vagyunk. Ez elindult május 27-én, tart 13 napig, tehát június 8-áig. Ez a második hullám is hatása alatt áll. Az egész 13 nap. És annyit jelent lefordítva, hogy jaguár vagy varázsló. Ennek van egy ilyen varázslatos ereje. Az kihat a művészi tevékenységre, kihat arra is, hogy mi most varázsoljunk valamit az életünkben, és van egy ilyen gyógyító hatása is. Ezekben a hullámokban minden nap jön még egy másik energia hozzá. Június 1-e egy ilyen portáltág, vagy ilyen nyitott kapu az égi hatalom felé, amikor mi összekötetésben állunk a plejádokkal. És ezen a napon, június 1-én van egy másik hatás is, és ez az energia kauak. Ezt úgy mondhatnám, hogy egy ilyen napi energia, és ezen a napon kauak herst. Kauak lefordítva annyit jelent, hogy eső, vagy vihar. És ez hogy hat ránk a mai napon? Ez olyan, mint egy villám. Villám gyors ötletek, vagy változások, felfedezések, valami, amire mi nem is számítottunk.
Ezen a napon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen ötleteink vannak, vagy jön ez másoktól. És az jó lenne, ha mi ezt fontosnak tartanánk, mert megvan arra a lehetőségünk, hogy ezt mi megvalósítsuk. Lehet, hogy ezáltal villámgyorsan változik a helyzet, vagy valami megváltozik az életünkben. És nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ez a nap a második hullámhoz tartozik, mert ez is kihat ránk, és ez a varázslónak az ereje, a mágia. Varázslatos, vagy mágikus, ez a mágikus erő, de azt is jelenti, hogy mi az álmainkat meg tudjuk valósítani. Ez volt ez a felvétel a Maja naptárból, és remélem, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket, mert ezzel a naptárral egy hangban vagyunk a természettel és a kozmikus hatással. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!